eszközökkel gazdagodtak, védő és tűzoltó technikai eszközökre nyert forrást a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. Iskolázottsági mutatók, az ország 11 megyéjében a felnőtt népesség többségének nincs középfokú végzettsége, ez derül ki a KSH adataiból. Fenyőfavásár. Idén a normann fenyők a legkeresettebbek a piacon, méterét 7800 forintért kínálják, a hagyományos luszfenyőt 2000-ért. Védő és tűzoltó technikai eszközökre nyert forrást a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek pályázaton elnyert felszereléseit adták át csütörtökön ünnepélyes keretek között az igazgatóságon. Idén összesen 600 millió forintot osztanak szét a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületeknek. Idén összesen 600 millió forintot osztanak szét a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületeknek, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági felügyelője. Leskovics Zoltán hozzátette, a megyéből 30 csapat pályázott és valamennyi nyert. Néhány ezer forint hiány 20 millió forint értékben érkeztek ezek az eszközök. Reményeink szerint hűen fogják tudni szolgálni a beavatkozások, a műszaki mentések és tűzesetek során a szakmai munkát, tehát szaktevékenységhez vannak ezek rendelve, és meg kell említeni, hogy nem csupán eszközök voltak ebbe a pályázatban, hanem más lehetőségek is voltak, szertárépítés, felújítás, oktatásokkal kapcsolatban felújítások, gépjárműfecskendő, különböző berendezések felújításához is lehetett pályázat forráshoz jutni. Az önkéntes mentőszervezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 6 millió forint értékű támogatást nyertek el a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt idejévi pályázatán. A polgári védelmi felügyelő kiemelte, a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület képviselője GPS nyakörveket feltett át, amelyekkel eltűnt személyek keresése végezhető nagyobb hatékonysággal. A megyében 15 pályázatot adtak be az önkéntes mentőszervezetekben szerepet vállaló civil szervezetek, jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, mintegy 26,5 millió forint értékben. A megye veszélyeztetettségét, nagyságát figyelembe véve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság döntött az odaítélt támogatásokról, mely alapján 6 szervezetet közel 6 millió forint értékben támogattak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a mentőcsoportok és az önkéntes tűzoltó egyesületek által elnyert eszközök, mentőhajók, kisbuszok vagy éppen nagy teljesítményű áramfejlesztők jóval hatékonyabbá teszik a mentőszervezetek árvízi védekezési, vízimentési és kutatómentő tevékenységét. Az ország 11 megyéjében a felnőtt népesség többségének nincs középfokú végzettsége, ez derül ki a KSH adataiból. A statisztikai hivatal a tavalyi mikrocenzusban az iskolázottságot is vizsgálta. Ebből az is kiderült, a 20 éves és annál idősebb korosztály körében a diplomások aránya 4% ponttal emelkedett a 2011-es népszámlálás óta. A Központi Statisztikai Hivatal 2016. október és november között a háztartások 10%-ának felmérésével mikrocenzus szervezett. A kis népszámlálás során 440 ezer háztartást kerestek meg, hogy információt gyűjtsenek a magyar társadalom jelenlegi helyzetéről. Többek között az iskolázottsági adatokat vizsgálták. A KSH statisztikájában jó néhány megdöbbentő tény is olvasható, az egyik ilyen, hogy 19 megyéből 11-ben a felnőtt népesség többségének nincs középfokú végzettsége. A legalacsonyabb képzettséggel rendelkezők aránya Szabolcs megyében a második legmagasabb az országban. Az iskolázottság tekintetében a legnagyobb változások a rendszerváltozás utáni időszakban történtek. Ez jelentette az oktatás kiterjedését közép- és felsőfokú szinten egyaránt. A szakmunkás, szakiskolai oklevéllel rendelkezők aránya meg 4-szereződött, az érettségizetteké meg 3-szorozódott, a diplomásoké pedig majdnem a 6-szorosára nőtt az elmúlt negyed században. A rendszerváltás mellett ennek nagyon fontos demográfiai okai is voltak, mert az 1970-es években született nagy létszámú korosztály, az a 90-es években végezte a középiskolát, majd folytatták közülük sokan a tanulmányaikat a felsőoktatásban. A diplomások 80-90%-a férfi volt az 1960-as évekig. Az érettségizett nők aránya is először csak 1980-ban haladta meg a férfiakét. Végül 2001-ben érte el a diplomás nők száma a férfiakét.
A népszámlálásoknak köszönhetően 100 év távlatában vannak összehasonlítható adataink, például az iskolázottság vonatkozásában is. Az első népszámlálások azok még csak az írni-olvasni tudást kérdezték, de az 1900-as évektől egyre részletesebb kérdések voltak az iskolai végzettségre vonatkozóan, ezért tudjuk például, hogy 1920-ban még a népességnek a túlnyomó része, tehát 96% a legfeljebb alapfokú végzettségű volt, tehát jól látható, hogy 100 év alatt az iskolai végzettségben milyen jelentős változások történtek. 2016-ban 2.217.000 rendelkeztek alapfokú vagy annál alacsonyabb iskolai végzettséggel, vagyis a 15 éves és annál idősebbek 27%-a, legfeljebb az általános iskola 8 osztályát végezte el. A mikrocenzus időpontjában 2.700.000 főnek általános vagy szakmai érettségi volt a legmagasabb végzettsége, és 1.716.000 rendelkeztek felsőfokú befejezett iskolai végzettséggel. Ezek alapján a 20 éves és annál idősebbeknél a diplomások aránya 4% ponttal emelkedett a 2011-es népszámlálás óta. Ez derül ki a KSH adataiból. Egyhangulag 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül december 19-én kedden kimondta önmaga feloszlatását az Érpataki Önkormányzat képviselőtestülete, olvasható több hazai hírportálon is. A helyi választási bizottság várhatóan rövid időn belül összeül és kiírja a jövő tavaszi választás időpontját. Idén a nagyméretű Norman fenyők a legkeresettebbek a piacon, méterét 7800 forintért kínálják, a hagyományos lucfenyőt pedig 2000-ért. Az árusoknál már egy hónapja megvásárolható a karácsonyfának való, de mint mindig, most is sokan az utolsó napokban szaladgálnak fenyőfa után. Magyarországon 3400 hektáron termesztenek karácsonyfának való fenyőt, amiből a Nyugat-Dunántúl térsége kiemelkedik. Győrmoson, Sopron, Vas és Zala megyében található a hazai ültetvények több mint 70%-a. A kivágott fenyők helyére újakat ültetnek, így nem kell aggódni, hogy pár év múlva nem lesz karácsonyfa. A fenyők árusítása már egy hónapja tart, de nem mindenki szerzi be ilyen korán a karácsonyfának valót. Nagyon sokan úgy adják, hogy az utolsó pillanatra, az utolsó napokra, meg úgy gondolják, hogy olcsóbb is. Ezt nagyon jól gondolják amúgy, mert tényleg az utolsó napokban már szeretik kiszórogatni a kereskedők is. De valaki ezt inkább úgy van vele, hogy jobb hamarabb túlesni rajta, vagy kinek hogy engedi az ideje. Úgyhogy, de ilyen 16-17-e környékén inkább akkor már igen megfogyatkozott. Akkor árultunk a legjobban. Egy évben átlagosan 2.200.000 fenyőt adnak el Magyarországon, Európában pedig összesen körülbelül 60 milliót. Sokan használnak ilyenkor műfenyőt. Akik élőfát vesznek, azoknál egyre gyakoribb, hogy a cserepes változatot választják. A cserepest, hogyha viszik, nálunk van cserepes fenyő, és többnyire vagy a kicsit, vagy a legnagyobbakat. A közepes méret az már ritka. Tavaly inkább a kisebbet nézték, de idén már inkább a nagyobbakat. Pár évvel ezelőtt még alig ismerték a normán fenyőt. Idén viszont ez az egyik legnépszerűbb, hiszen nem hullatja a levelét és nem is szúr. De emellett még mindig keresik a luc és az ezüst fenyőt is. Élőt mindenképpen, és luc fenyőt egyenlőre, és ilyen kis barátságos 1,20-1,50 magasat. Aki még nem szerezte be a karácsonyfának valót, hétvégéig keresheti meg az ideális fenyőt. 38 hallgató kapott összesen 1.360.000 forintos támogatást. A Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány kuratóriumának pályázatára azok a diákok jelentkezhettek, akik nyíregyházi lakcímmel és legalább 3 és feles átlaggal rendelkeznek. A támogatás odaítélésénél figyelembe vették a családi nettó jövedelmet is. Idén is pályázhattak a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány támogatására azok a legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhelyen rendelkező hallgatók, akik két fontos feltételnek megfeleltek. Az egyik, hogy a családjukban az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét, azaz 57.000 forintot. A másik pedig, hogy minimum 3,5-es átlaggal rendelkeznek a lezárt fél évben. Az idei esztendőben ettől annyiban tértünk el, hogy kinyitottuk a pályázatok a lehetőségét a jelentkezőkre, a felvételizőkre is. Akit felvettek, ott a ponthatárhoz kötöttük a támogatást. És örömmel mondhatom, hogy mindenki,
aki formailag megfelelt, és ennek a két kritériumnak is megfelelt, megkapta a támogatást, azaz 38 személyt tudunk most támogatni, 30, 40 és 50 ezer forinttal. A kapható összeg sávosan változik 3,5, 4 és 5-ös átlagtól függően. Népszerű a pályázat a diákok körében. Vannak, akik már nem először kaptak ilyen formában támogatást, de akadt olyan is, aki most hallott először erről a lehetőségről. A Semmelweis Egyetemen tanulok, most vagyok harmadéves, és ez az első alkalom, hogy pályáztam ezt az ösztöndíjat, mert sajnos eddig nem tudtam, hogy létezik, de most nagyon örülök, hogy megnyertem. 40 ezer forintot kaptam, és igazából utazásra szeretném fordítani, mert nagyon szeretek utazni, és végre ebből az összegből telik arra, hogy elutazhassak. Az ő úti célja Izrael lesz, míg mások félreteszik majd a pénzt, vagy a tanulmányai folytatására fogják fordítani. Három sérültje volt a tegnap esti, a 4-es főúton történt balesetnek. Újfehértó felől Debrecen felé tartott a főúton egy Iveco. A jármű vezetője balra kanyarodott, miközben a mögötte közlekedő Mercedes-típusú személygépkocsi hátulról ütközött a kis buszba. A balesetben hárman sérültek. A bekövetkezett anyagi kár jelentős. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy az üzemeltetésében lévő parkolóhelyeken 2017. december 21-e csütörtök és 2018. január 1-e hétfő között ingyenes lesz a várakozás. Január 2-ától ismét fizetni kell a megállásért. A parkolási ügyfélszolgálat és pénztár 2017. december 21-én 8 órától 12 óráig tart nyitva, december 23-a és január 1-e között pedig zárva lesz. Fantomkép készült a nyíregyházi dohánybolt fegyveres rablójáról. Az elsődleges adatok szerint egy eddig ismeretlen férfi bement a Nyíregyháza Korányi Frigyes út 18 szám alatti nemzeti dohányboltba, és az eladót fegyverrel vagy annak látszó tárgyal megfenyegette, és néhány százezer forint készpénzzel távozott. Az eset még múlt hét pénteken történt. Az ismeretlen férfi 50-60 év körüli, 160-170 cm magas, átlagos testalkatú, kerek arcú. A bűncselekmény elkövetésekor fekete színű sapkát és kabátot viselt. A rendőrség kéri, hogy aki a fantomképen látható férfit felismeri, hívja a 42-es körzet, 524-600-as számot, vagy a 112-es segélyhívót. Egyre többen mennek étterembe karácsonykor is. Változnak a szokások, ma már nem biztos, hogy a hagyományos karácsonyi menü kerül az asztalokra. A vendéglátásban óriásit nő a forgalom ebben az időszakban. A séfek pedig különleges és új ételekkel is várják a vendégeket az ünnepek alatt. Ebben a nyíregyházi étteremben már hetek óta készülnek a karácsonyi rohamra. Hajnaltól késő estig dolgoznak a séfek a konyhában, ebben a pillanatban húsleves, főételnek pedig hátszínszelet sült hagymával, békönszalonával és tükörtojással készül. Sokaknak meglepő ez a karácsonyi menü, de a tulajdonos, Nádasdy Péter szerint egyre többen térnek el a megszokott ünnepi menütől, és próbálnak ki új ételeket. Egyre inkább az a jellemző, hogy nem feltétlenül a hagyományos, megszokott ételeket fogyasztják az emberek, hanem nagyon népszerű ételünk, például a tatárbisztek, a libamáj tatár, ezeket nagyon szeretik, viszont megvan az a közönség is, akik még mindig a hagyományoshoz ragaszkodnak, ők ugye a húsleves, a pörkölt, mondjuk egy jó borjú paprikás szeretnek enni, vagy éppen egy jutúró szrapacskát füstölt csülökkel. Ezek a legjellemzőbb ételek így karácsony környékén, amiket felsoroltam. Az év utolsó heteiben rohanunk, szervezünk, ajándékot vásárolunk, és fejben már az ünnepi menünk gondolkodunk. Van, akit ez mind energiával tölt fel, viszont van, aki inkább a kényelmesebb megoldást választja. A karácsonyi időszakban egyre inkább jellemző az, hogy az emberek nem feltétlenül főznek otthon, nem töltik ezzel az idejüket, hanem eljönnek hozzánk karácsonykor ebédelni, vacsorázni egy kellemes zene kíséretében. Jobb hangulata lehet ennek, mint az otthoni vacsorázásoknak. A hagyományos karácsonyi ételek közé tartozik egyébként a halászlé és a beigli, de az ország különböző pontjain más-más a kínálat az étkezési szokások tekintetében. Karácsony közelettével minden évben állatstoppot hirdetnek az állatvédők, sajnos mind hiába, hiszen évről évre egyre többen vásárolnak ajándékba kutyát, macskát gyermekeiknek. Az Állatbarát Alapítvány arra kéri az örökbefogadókat, hogy alaposan gondolják át döntésüket, hiszen egy állat befogadása nem néhány hétre, hanem jó esetben 15-20 évre szól.
Hiába a figyelmeztetés, valószínűleg idén karácsonykor is sokan vásárolnak élő állatot, jellemzően kutyát vagy cicát ajándékba. Az új jövevény iránti kezdeti lelkesedés azonban a tapasztalatok szerint az ünnepek után hamar alábbhagy. Végül szegény állat vagy egy menhelyen, vagy rosszabb esetben az utcán végzi, ahol étlen szomjan a hidegben túlélési esélyei a minimálisra csökkennek. Az állatvédők arra hívják fel a figyelmet, hogy bármennyire is romantikus és felemelő a gondolat, hogy egy kis négylábú élőlényt ajándékozzunk szeretteinknek, mégis próbáljuk ezt a kérdést racionálisan átgondolni. Nem igazán javasoljuk azt, hogy ajándékba élő állatot adjanak ugye a gyerekeknek, főleg gyerekeknek nem, hiszen ugye ők nem egy háromnapos szenzáció, hanem nagyon hosszú távra kell velük gondolkodni, tehát legalább 10-15 évig él egy kiskutya, illetve egy kutyus, és ugye ez nagyon fontos, hogy átgondolt döntést hozzunk. Egy kis cica vagy egy kiskutya érkezése a házhoz megváltoztatja az egész család életét, hiszen egy kisállat rengeteg gondoskodást és figyelmet igényel, főleg élete első pár hónapjában. A koránkelés, a rendszeres sétával járó kötöttség, a szobatisztaság hiányával járó kellemetlenségek mind együtt járnak négylábú barátunk tartásával. Amennyiben alaposan megfontoltuk, és mégis amellett döntünk, hogy kutyus vagy cicus lesz a fa alatt, ne feledjük, hogy a befogadott kedvenc nem csupán egy három napra szóló csoda, hanem gazdájaként a mi feladatunk, hogy egészséges és teljes életet biztosítsunk számára. Különleges mérkőzéssel zárja az évet a Nyíregyháza Blue Sharks kosárlabda csapata és az Aqua Ese vízilabda egyesület. A két klub játékosai a jó hangulatú évbúcsúztató jegyében, de a kapcsolatok erősítését is szem előtt tartva egymás ellen szállnak vízbe december 29-én Sóstón. A cápák karácsonyi jótékonysági akcióval is készülnek, beteg gyermekeket lepnek meg ajándékokkal. A Nyíregyháza Blue Sharks csapata is bekapcsolódik az adventi készülődésbe. Ők is adományokkal készülnek, egy nyíregyházi játéknagykereskedés segítségével beteg gyerekek karácsonyát varázsolják szebbé. Úgy gondoltuk, hogy a Jós András gyerekrehabilitációs osztálya az a terület, ahová talán egy picit kevesebb reflektorfény esik, és megpróbálunk segíteni. Hát, ha tudunk bizonyos játékokkal, a Póni Játék Nagykereskedés felajánlott elég komoly összegben olyan játékokat és labdákat, amikre talán ők tudnak majd figyelni, és tudják majd használni, és bízunk benne, hogy egy picit talán tudunk segíteni mi is abban, hogy az ott lévő gyerekek egy picit jobban érezzék magukat. Bár az év véget ért a cápák számára, még egy különleges mérkőzés vár rájuk, amit az Aqua Ese ellen vívnak majd. Az Aqua Ese és a nyíregyházi kosárlabda csapat mérkőzését fogjuk megrendezni 29-én a Sóstói úszodában, hogy ezzel is elősegítsük a két klubnak az együttműködését és a hagyományteremtő célzattal is szervezzük. Szeretnénk vidáman és jó hangulatban lezárni ezt az évet. A cápák számára nevükkel ellentétben idegen pályának ígérkezik a medence, de azért nagy várakozással készülnek a meccsre. Nagyon izgalmas, nagyon jól hangzik. Én személy szerint szeretem magam idegen környezetben is kipróbálni. Ugye atlétikában, röplabdapályán, strandröplabdapályán már vettem részt, hát medencében még mérkőzés nem játszottam, maximum csak rehabilitációs jelleggel úsztam, úgyhogy én nagyon várom a mérkőzést, szerintem a fiúk is nagyon fogják várni, és szerintem nagyon jól fogunk szórakozni. A cápák december 29-én pénteken este szállnak medencébe Sóstón az Aqua Ese ellen. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Védő és tűzoltó technikai eszközökre nyert forrást a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek pályázaton nyertek forrást a fejlesztésre. Idén összesen 600 millió forintot osztanak szét a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületeknek. Az ország 11 megyében a felnőtt népesség többségének nincs középfokú végzettsége, ez derül ki a KSH adataiból. A statisztikai hivatal a tavalyi mikrocenzusban az iskolázottságot is vizsgálta. Idén a nagyméretű Norman fenyők a legkeresettebbek a piacon. Méterét 7800 forintért kínálják, a hagyományos lucfenyőt 2000-ért. Jellemző, hogy sokan az utolsó napokban szaladgálnak fenyőfa után.
38 hallgató kapott összesen 1.360.000 forintos támogatást a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány kuratóriumának pályázatán. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változékony, de enyhébb időjárásra számíthatunk. Pénteken napközben északnyugati áramlással nedvesebb és kissé enyhébb levegő áramlik fölénk, majd este észak felől egy hideg front éri el térségünket. Az éjjeli órákban többnyire erősen felhős lesz az ég, majd hajnalban felszakadozik, csökken a felhőzet, és többfelé párássá válik a levegő. A szélvédett völgyekben előfordulhatnak zúzmarás kötfoltok is. Az éjszaka első felében havazás várható, majd reggelre megszűnik a csapadék. A délnyugati szél helyenként megélénkül. Reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak. A kezdeti párásság napközben megszűnik, gyenge, havas eső, eső is előfordulhat. A nyugati szél időnként megélénkül. Délutánra 3 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. Karácsonyra tovább enyhül az időjárás. Hétvégén általában közepesen felhős idő várható, hosszabb, rövidebb napsütéses időszakokkal. Szombaton helyenként vegyes halmazállapotú csapadék hullhat, vasárnap már csak néhol fordulhat elő kisebb eső. A jövő hét első napjaiban nem valószínű csapadék, a változóan felhős ég mellett hosszabb időszakokra kisüthet a nap, ugyanakkor tartósabban ködös területek is előfordulnak, esetleg jelentéktelen köccitálással.